Főtitkár úr, lelkész szolgálat Komlón kezdtem. Milyen élmények fűzik a városhoz? Alapvetően nagyon jók természetesen. Az egy egészen más korszak volt, hiszen közel 30 éve volt ez, 29 éve volt, hogy először érkeztünk a városba, és nagyon megnyerő volt a város külseje egyrészt, mert gyönyörű természeti adottságokkal rendelkezett, és akkor még ugye a bánya működött, és ennek a szürkeségét is tapasztaltuk, de alapvetően egy nagyon-nagyon szép városba érkeztünk, és ez fontos volt. A gyülekezet is hasonló kedvességgel fogadott bennünket, úgyhogy jó volt így indulni, és mindig örömmel emlékszem vissza erre az első időszakra. Ez 1986 és 92 között volt, úgyhogy most már eléggé távoli múltban, de hálaadás van a szívemben érte. Komlói baptista gyülekezet 90. fennállásának 90. évfordulóját ünnepli a mai napon, és hát mindenek előtt hálaadással készülünk, tehát hiszük azt, hogy Isten tervezte azt, hogy ez a gyülekezet 90 évig fennálljon, működjön, szolgáljon, akár a tagok felé, akár a város felé is, bizonyos mértékben és szempontból. És egy jubileumi emlék Isten tiszteletre készülünk most épp. Itt a mögöttem az emberek már sorakoznak, és nagy öröm számunkra, hogy nem egyedül, nem csak a gyülekezet önmagában ünnepel, hanem azokat is meghívtuk, akik korábban tagjai voltak a gyülekezetnek, illetve korábban lelkészei, lelkipásztorai voltak ennek a gyülekezetnek. Mi velük együtt ünneplünk, és várjuk a városból érkezőket is, többek között polgármester úr is meghívott vendégünk, úgyhogy öröm számunkra, hogy ilyen nagy létszámmal együtt ünnepelhetünk, együtt örülhetünk ennek az évfordulónak. Mik a hosszú távú célok? Hát a hosszú távú célunk az, hogy továbbra is ez a közösség fennmaradjon, élő közösség lehessen, és van egy olyan célunk, egy olyan tervünk, hogy kicsit beljebb költözzünk a gyülekezettel a város központja felé, ahol jobban elérhető, jobban megközelíthető a közösségi házunk.